Na, sziasztok! Jó reggelt! Na, elindulunk akkor ma is. Most hova is megyünk? Csiga lépcső lefele. Ja, csiga lépcső lefele. Olyan csirkeszag van itt, ilyen csirkevasszak. Igen. Puli de rutyi. Rutyi. Na, szóval most megyünk Nizzába, és megmutatunk nektek még Nizzán kívül egy-két másik helyet is, ahova érdemes itt a környéken elmenni. Nagyon érdekes lesz. Kezdtünk ide a Nizzai Obszervatóriumhoz, szerettünk volna felmenni hozzá, hogy testközelből megnézzük az épületet, illetve a kilátást, csak sajnos nem engednek minket feljebb felsétálni, mert koronahelyzet van. Még nem nyitották meg magát a látogatást, még legalább egy hónapig zárva lesz maga az Obszervatórium területe, mivel állami területről beszélünk. És a hölgy azt mondta nekünk, hogy ő azt gondolja, hogy még legalább egy hónapig zárva lesz. Amúgy szoktak szervezni ide föl a csillagvizsgálóhoz túrákat, ami körülbelül 2 óra hosszáig tart. 6 euró a felnőtt, 3 euró a gyerekjegy, és 6 év alatt pedig ingyenes a belépés. Francia nyelven szokták tartani ezeket a túrákat, de a hölgy beszélt angolul is, úgyhogy ebből arra következtetek, hogy a legfontosabb dolgokat azért angolul is elmondják, mondjuk, hogyha nem beszéltek franciául. Így van. Gyönyörű az épület, és egy-két érdekességet szeretnék nektek róla elmondani. Mint például az, hogy magát a főépületnek a kupoláját azt a Gustav Eiffel tervezte, aki a nyugati pályaudvar főépületét, valamint az Eiffel tornyot is. Így van, és az épületet magát pedig Charles Garnier tervezte, aki a Párizsi Operát is, illetve a Monte Carlo kaszinót. Azt a Monte Carlo kaszinót, ahol tegnap jártunk, az előző részben meg is mutattuk nektek kívülről. Hogyha nem láttátok még, akkor ide kattintva megnézhetitek azt a videónkat is. És egy nagyon fontos dolgot még elfelejtettünk nektek mondani, hogy 130 éves az épület, és a mai napig is működik. Még a mai napig dolgoznak itt a csillagászok, illetve az asztrológusok. Igen. Na, szóval ennyi információ szerintem akkor bőven elég erről. Ha tehetitek és itt jártok, akkor mindenképpen menjetek fel a csillagvizsgálóhoz, mert tényleg nagyon érdekes, és a kilátás is nagyon gyönyörű. Igen. Mi tovább indulunk, elindulunk az erdő felé, mert itt van egy kis erdő a közelben, ahol lehet sétálni. Igen, van itt egy nemzeti park, ingyenes parkolóval, és egy félnapos program keretében, mondjuk, hogyha feljöttük a csillagvizsgálóhoz, akkor összeköthetitek egy kicsit az erdőben való sétálással. Bizony. Ott na, találkozunk. Indulunk. Meg is érkeztünk most ide a Nemzeti Park területére, és most fel fogunk sétálni. Van itt egy túraútvonal, körülbelül 2 órás. Igaz, ha jól látom? Igen. Meg is mutatom a térképen. Na szóval most akkor fel fogunk sétálni, és majd jelentkezünk később. Egy órája sétálunk, nagyon jó a levegő, itt vagyunk a város fölött, a kis erdőbe, és mit mondjak még? Mi itt az, hogy füllett az idő, rohadtul, viszont ja. Azért valamivel jobb, mint tegnap. Így van, hát tegnap nagyon rossz idő volt, mert be volt borulva egy kicsit, ráadásul még
forró, hát mondhatni, hogy ja, forróság is volt, így van? Igen, de itt az erdőben azért jó itt a hűsbe sétálgatni. Ja, úgyhogy jól döntöttünk szerintem, hogy most ide jöttünk. Igen. Nos, elindulunk lefele, felértünk a hegyre, de most körülbelül 1:30 van, és ezért még szeretnénk nektek megmutatni magát a várost is, hogy mit érdemes megnézni Nizzából. Igen, hát most egy 10 évre kitúráztuk magunkat itt az erdőbe, itt a hegyekbe. Wow. Úgyhogy megyünk lefele, mert már szédülünk is itt a hegytetőn, úgyhogy megnézzük azt a jó kis van, francia rivierát. Az úgy van, hogy az aszfalton szédülünk. Ne, igen, persze. Na jó, megmutatjuk nektek a tengerpartot. Let's take it slow, where you go, I go too. And if you hit the bottom, I'm going down with you. Let's take it slow, who cares where we gotta be. You know you'll have a good time wherever you're with me. Let's take it. You don't know how. You say we're taking on water. Yeah, we're sinking now. You're looking all concerned, like we're gonna drown. But we both know how to swim. No worries, as we'll fall. Megálltunk most a parkolóházba. Ti is, hogyha jöttök be a városba, akkor érdemes a parkolóházba leparkolni, mert az utcán nem igen találtok helyet. És hogyha helyet is találtok, akkor sanszos, hogy a kocsitokat meg fogják nyomni. Mivel itt annyira kevés a parkolóhely, és olyan sokan vannak, hogy üresbe hagyják a kocsikat, nem húzzák be a kéziféket, és taszigálják egymást odébb a szabad helyét. Itt vagyunk Nizza tengerpartján, a Francia Riviera fővárosában. Itt láthatjátok mögöttem ezt a kavicsos tengerpartot, gyönyörű égszín, kékszínű tenger veszi körül a partot, és számos szórakozási lehetőség van, lehet menni csónak után kötött siklóernyővel, gumicsónakkal, minden szírszarral. Gyönyörűek magák ezek a színes házak itt a parton, rengeteg turista, ember jön ide le és tengeti itt az idejét. Ugye Franciaországnak ez az 5. legnagyobb városa, de senkinek se ez jutról eszébe, hanem a nyár, a pezsgő esti élet. Ugye tudjátok, hogy Nizzában volt egy terrortámadás, amikor autóval ugyanis behajtottak erre a sétányra, és több embert is elütöttek, ezért állítottak fel ide ilyen hatalmas, nagy, vastag, vas oszlopokat, hogy az emberek békésen, nyugodtan és biztonságban sétálhassanak itt a tengerparton. And the nails pop, harder in the coffin light. Egyetlen egy utcával jöttünk feljebb a Rivieráról, és észre sem lehet venni, hogy itt vagyunk rögtön a tengerparton, mert itt mögöttünk a piac, illetve éttermek találhatóak, egy csomó kirakodó, üzlet, és nyüzsgő élet, még hogyha most nem is úgy néz ki itt mögöttünk, előbb tök sokan voltak. Igen. Hát úgy néz ki, mint egy aféle piac, mindenféle szép kis portékával. Igen. Csak itt vannak éttermek is, és azt hiszem, hogy 2-3 évvel ezelőtt ettünk itt egy étteremben. Igen, mert egy nagyon porcadály volt. Igen. Az utcán állnak emberek, ugye étlappal, és akkor próbálják rátok sózni az ételt. Na most mindegy, ez az étterem nekünk nagyon megtetszett, nagyon szimpatikus volt, jó illatok voltak. Beültünk, aztán sajnos hatalmasan csalódtunk benne. Igen. Valami paradicsomos, ilyen garnélarákos tésztát ettünk, meg egy kalamárit, ilyen kisült kalamárit, vízben átforgatott, vagy grillezett, erre már nem is emlékszem, de a kalamárira az biztos. És nem volt jó, ilyen gumis, rágos volt, és hogyha valaki esetleg most próbálja ki először a kalamárit, akkor lehet, hogy soha többet nem fog enni, mert ugye el lehet venni a kedvét. Így van. Például ide jöttök repülővel, mondjuk csak Nizzába, akkor érdemes TripAdvisoron vagy a szálláshoz helyeteken megkérdezni, hogy milyen helyet tudnak ajánlani esetleg, ami nem olyan turista orientált,
és nincsenek a turistákra kihegyezve, és akkor meg fogjátok tudni, hogy beültök egy tradicionális, egy autentikus francia helyre, és hogy milyen is ott az étel, illetve hogy milyen az igazi francia vendéglátás. Ezeken a képeken láthatjátok a nizzai operaházat, hasonlít jegyeiben a párizsi operaházra, és vele szemben pedig egy igazi különlegesség, olív, különböző finomságú és minőségű olívaolajokat lehet venni, valamint olívafát is, ilyen kis virágcserében. Nem bőségzavara volt, vettünk levendulát, fügét, isteni finom gyümölcsös íze van, valamint vettünk malagát, ezt nagyon szeretjük a kandírozott gyümölcsök miatt, illetve bélis, mert olyat én még nem ettem. Annyira elvette az eszemet ez a finom fagyi, hogy rosszul mondtam, a malagában szőlő van, mazsula, nagyon finom. Itt vagyunk Nizzában, a belvárosban. Itt tőlem balra láthatjátok Első Albertnek a kertjét, ez a Promenade du Paillonnak a végződése, és itt jobbra láthatjátok, hogy egy hatalmas nagy zöld felület van, még a villamos sineknél is füvet ültettek, ami tulajdonképpen egy tüdője a városnak. Több mint 10 hektáron terül el ez a zöld kert, tele van szökőkutakkal, gyerekek nagyon szeretik, szaladgálnak benne a különböző formában feltörő víz között, vízbe, úgyhogy nagyon jó időtöltés ez is. És beszéltünk nektek a villamosról, illetve a repülőtérről is, hogy a közeli repülőtér nagyon látványos, és egy ilyen villamossal tudtok a repülőtérről körülbelül 1-1,5 euróért bejutni ide a belvárosba, hogyha repülővel érkeztek ide Nizzába, Papadossal, illetve az Air France-szal is eljuthattok Budapestről. Elindulni Nizzából a 2020-as Tour de France, 57 nap múlva láthatjátok, hogy visszaszámlál az óra, úgyhogy nézzétek! Elindultunk a városból, kicsit álltunk a dugóba is, de most már indulunk a következő helyszínünkre, onnan jelentkezünk. Megérkeztünk ide a hegytetőre, ismét egy kis francia, mesebeli falucskába vagyunk, a neve pedig... Saint-Paul-de-Vence, Nizzától nem is olyan messze a hegyekben. Így van, ez is egy kis eldugott hely, de hogyha igazán meg akarjátok ismerni a franciákat... Akkor ilyen kis helyekre kell menni. Igen. Legutóbb képzeljétek el, amikor itt jártunk, akkor tele volt az egész kis városka, vagy falucska ázsiai turistákkal, bementünk ebbe a mögöttem látható L'Occitane üzletbe, és mozdulni sem lehetett, annyian voltak. Hála Istennek, most csend van és nyugalom, csak igen, a madaraknak a csicsergését lehet olykor-olykor hallani. Nyugodtan tudunk legalább fényképezkedni, meg nektek is megmutatni. A modern festészet egyik legnagyobb mesterét, Marc Chagallt is ez a gyönyörű kisváros, illetve a bástyájáról látható tájkép vonzotta ide. Bizonyára ti is láttatok már francia filmet, és azt, hogy ilyen vasgolyókat dobálnak benne a nyugdíjasok. Van egy kis golyó, az öcsi, és azt eldobják, bizonyos szabályok alapján le van írva, hogy hogy kell, hogy elhelyezkedjen, és két csapat aztán feláll, és a saját vasgolyóit próbálja minél közelebb, minél több golyót az öcsihez elhelyezkedni, és az a csapat nyer, akinek több golyója található az öcsihez közelebb.
itt Saint Paul de Vence mindenféle művészeti üzletecskékkel, illetve kiállító termekkel, ezért is szerették a modern festők ezt a kis városocskát. Találtunk itt ebbe a kis falucskába egy nagyon aranyos kis éttermet. Elmegyünk, vacsorázunk, ebédelünk, nem tudom. Vacsora. Igen. És utána pedig ígértük nektek tegnap, hogy a Cannes-i esti forgatagot fogjuk megmutatni, az éjszakai életet, de előtte megmutatjuk nektek Grasse városát, ami az illatok fővárosa itt Franciaországban. Megérkeztünk ide Grasse-ba. Az idő amúgy párás. Láthatjátok igen. A hajamon is. Feljöttünk a felhők fölé. Úgyhogy most kimegyek. Most befejezem itt ezt a mondani valót, mert most itt a lépcsőházba érünk, és nem akarok levegőt venni. Itt vagyunk Grasse-ban, a parfüm fővárosában. Rengeteg parfümös üzlet található itt a sétáló utcában, ilyen kicsit érdekes díszítés van, mindenhol rózsaszínes árnyak lógnak a fejünk felett. Igen. Hát a parkolóházba is tolhattak volna egy kis parfümöt. Az biztos. Nagyon aranyos kis utcácskák vannak itt egyébként, ahogy láthatjátok. Esernyők végig itt fölöttünk. Igen. Igaz, ilyen rózsaszín esernyők. Igen. Igen. Szóval nem áznánk. Igen, ez nagyon ötletes. És rengeteg parfümös üzlet van, itt is van rögtön mögöttünk egy, láthatjátok is az üstöket, hogy hogy szokták lepárolni a parfümöt. Ahhoz a katedrálishoz igyekszünk, ami a 10.-11. században épült, és a 17. században nyerte el végleges alakját, az óratornya pedig a 18. században épült. Az itt található Grasse-i püspöki palota a 13. században épült, de ma már városházaként működik. És amúgy most itt, ahogy jöttünk ezen a téren, nagyon sok fura emberrel találkoztunk, szóval vigyázni! Nos, itt mögöttünk a háttérben látható a városháza. Ez volt a 13. századi püspöki palota, amit említettem az előző mondataimban. Igen, folytasd! Igen, és itt mellette pedig található a katedrális. Természetesen Grasse városában megtalálható egy nemzetközi parfüm múzeum is, illetve több parfümgyárnak a látogatására is el lehet menni. Ezt a nemzetközi parfüm múzeumot 1989 óta működtetik. Nagyon jó volt, itt a esernyők, ahol ki vannak téve, ez a fő turista útvonal, hogyha az ember letéved erről az útvonalról, akkor igen érdekes alakokba botlik, úgyhogy vigyázni. Igen. Mi is eltettük a kamerát amúgy, mert és az fontos, hogy a katedrális, illetve a városháza az nem a rózsaszínes ernyős útvonalon van, de ennek ellenére magával, itt ezen az útvonalon, ahol az esernyők ki vannak téve, itt az illatok igencsak magával ragadóak. Így van. Most pedig megyünk vissza Cannes-ba, ahogy ígértük nektek, és az éjszakai forgatagot, az esti forgatagot fogjuk nektek onnan megmutatni. Szóval kezdett
11 óra van, és rohadt sokan vannak még kint. Még mindig kint ücsörögnek a tengerparton, és jönnek, mennek az emberek. Ez azért fantasztikus. És hétköznap reméljük, hogy tetszett a mai napunk is. Igen, ahogy láttátok, elég pecsgő most az élet. Ilyenkor mindig estére felvirágzik a város, úgymond. Ugye? Nappal pedig ki van halva teljesen, mintha egy szellemváros lenne. Igen, kiszállnak a mólylepkék. Ja. Lehet így is mondani. Igen, igen. Hogyha tetszett a videó, akkor lájkoljatok, szóljatok hozzá, kövessetek minket, iratkozzatok fel, és a következő részben találkozunk. Így van. Jók legyetek! Jók legyetek! Pápá, ciao!